Veszprémben vagyunk, Márfi Gyula érsek urat szeretnénk egy kicsit hallgatni arról, amiről szívesen beszél. Hogy a Bonum Televízió, amelynek hivatása, hogy tömegtájékoztató legyen katolikus körökben és azon kívül, ráadásul ezen belül jót sugározzon, egy jó érsek úrról lásson képsort és hallja a tanítását, hallja az egyházmegyéről és a világegyházról szóló gondolatait. Mindenek előtt valóban valami ilyesmi kívánkozik ki belőlem kérdésként, mint a Bonum TV program igazgatójából, hogy milyen öröme vagy éppensége, milyen gondja volt a közelmúltban, van mostanában? Hát szeretettel köszöntöm én is a Bonum Televízió nézőit. A Veszprémi Főegyházmegyéről annyit tudok mondani, hogy az ország legrégibb, vagy legalábbis az egyik legrégibb egyházmegyéje, amit az is jelez, hogy a történelem folyamán a királyokat ugyan mindig az esztergomi érsek koronázta, de a királynőket, királynékt, tehát a király feleségét, az pedig a veszprémi püspök, úgyhogy Mária Teréziát nem a veszprémi püspök koronázta, mert ő királynő volt. Királynékat azonban igen. Hát legutoljára Báró Ornik Károly koronázott királynét, az Zitát, Boldog IV. Károly király feleségét 1916-ban Budán. Egyébként a Mohácsi vészelőtelek a koronálásuk általában itt Veszprémben történtek, a veszprémi székesegyházban. Volt még koronázó szék is, sőt volt még korona is. Ezek aztán később elvesztek. Hát én most már nem fogok királynét koronázni nagy valószínűséggel, de azért emiatt nem vagyok elkeseredve. Úgyhogy számomra nagy megtiszteltetés az, hogy 1997 óta veszprémi érsek vagyok. És hadd mondjam el mindjárt azt is, hogy az érseki palliumot következő év, 98. június 29-én, Péter Pál ünnepén vettem át Rómában II. János Pál pápától, és hát ott voltunk körülbelül 20-an, akik az elmúlt évben kaptuk meg a érseki címet, és közöttük volt egy, aki odajött hozzám, és egy bemutatkozott, hogy Jorge Mario Bergoglio Alci Vescovodi Buenos Aires. Aha. Nagyon szépen a jelenlegi szentatya volt, persze akkor még fogalmunk se volt, ő se gondolta, valószínűleg meg én se, hogy ebből az emberből még pápa lesz, és hadd mondjam el még azt is, hogy neki is december 17-én van a születésnapja, meg nekem is. Hát csak akkor mindig mindkettőjüket fogjuk ünnepelni. Igen, csak ő 7 évvel korábban született. És akkor, ha már elhangzott a pallium szó, szólna egy pár mondatot arról, hogy mi is a pallium? Mert erről még mi papok sem biztos, hogy sokat hát, tudnánk mondani. Hát mondjam el őszintén, hogy én sem tudok róla sokat. Azt keveset? Tudom, hogy bárányapjúból készül még hozzá Szent Ágnes napján, az évnek, talán a Szent Ágnes ugye, ünnepén akkor nyílt bárányoknak a gyapjából készül, és hogy tulajdonképpen mikortól van, ezt én nem tanulmányoztam. Uh-huh. Itt hadd mondjam el mindjárt azt, hogy sok olyan kérdés van, amely engem túlságosan nem szokott érdekelni, például ez se. Az a helyzet, hogy én egy olyan korban nőttem fel a dialektikus materializmus uralmának a korában, ugye 50-es években kezdtem szocializálódni, és engem mindig ezek a nagy kérdések érdekeltek, hogy most van-e Isten, annak ellenére, hogy azt mondják, hogy nincs, hanem csak anyag van, anyag a végső valóság, hogy Jézus Krisztus valóban járt a Földön, valóban meghalt, és valóban feltámadt-e a halálból. Tehát, hogy a hitünk megalapozott-e, hogy nekünk van-e igazunk, vagy esetleg azoknak, akik minket támadnak. Tudjuk, hogy ugye a kereszténységet nem csak a ateisták támadják, hanem a szabadkőművesek, meg az ultraliberálisok is, amelyek nem tudják elfogadni azokat a kötelezettségeket, amelyek a keresztény hittel, Jézus Krisztus Istenének az elfogadásával együtt járnak. Hát, de talán visszatérve a Veszprémi Főegyházmegyére, hadd mondjam el, hogy 1993-ig
püspökség volt, akkor lett érsekség, tehát az országnak a legfiatalabb érseksége az esztergom-budapesti, a kalocsai és az egri után. Ugyanakkor azonban, amikor érseki rangot kapott, akkor a területének majdnem a felét elveszítette. Tehát a veszprémi főegyházmegyéből alakították ki a kaposvári püspökséget. Igen. És még akkor annyit hadd mondjak el, hogy ekkor lett ugye veszprémi érsekség, és a veszprémi érseki tartományhoz a Szombathelyi Egyházmegye tartozik, meg a kaposvári. Tehát mi hárman így alkotunk egy ilyen tartományt, és ha már a pallium szóba került, én a palliumot ebben a három egyházmegyében hordhatom. Uh-huh. Tehát ez az érseknek a jogai azok egyébként majdnem csak szimbolikusak. Tehát én például bármilyen püspöki, papi tevékenységet engedély és felhatalmazás nélkül ebben a három egyházmegyében végezhetek. De természetesen a udvariasság szabályait megtartva a püspök testvéreket alig szoktam értesíteni arról, hogyha valamire meghívnak, hogy ők is tudjanak róla. Tehát, Szent István kora óta vajon körülbelül hány püspök, illetve érsek volt Veszprémben? Hát én vagyok mostan a 101. püspök. 101. püspök. Viszonylag gyorsan változtak itt a püspökök, tehát rövid időt töltött egy-egy püspök itt. Amikor én még Szombathelyen voltam püspöki irodaigazgató, mert én Szombathelyi Egyházmegyéből származom, onnan kerültem Egérbe segédpüspöknek, onnan pedig aztán ide Veszprémbe érseknek. Tehát Szombathelyi Egyházmegyében mi a veszprémi püspökséget, hadd mondjam így viccesen, érsek fiasztatónak szoktuk tartani. Hát ugye nagyon sokan, így például Szapik Gyula, Mindszenti József, Lékai László, Paskai László, mind innen kerültek aztán érsekként tovább. Hát akkor ki tudja, mit hoz még a jövő? Igen, hát most már ugye ez, most már miután érsekség lett az elődöm, a dr. Szentgyen József érsek, hogyha ő aztán itt lett érsek helyben. Igen. Püspökként kezdte, aztán 93-tól érsekként folytatta. Az egyházmegyénk nem túlságosan nagy, tehát majdnem a teljes Veszprém megye tartozik hozzá, csak egy-két falu van, ami valamilyen oknál fogva nem ide tartozik. Például Veszprém-Varsány, az a Pannonhalmi kisegyházmegyéhez tartozik, miként Bakony-Bél is. A Tihanyi bencés apátság az viszont része Veszprémi egyházmegyének, de úgy, hogy az ő belső életük az független a érseknek az ellenőrzésétől, de sok szempontból azonban ők is részei a egyházmegyének. Tehát Veszprém megye nagy rész ide tartozik, például a ciszterciek, akik Zircen vannak, ott van a központjuk, aztán ferences rendház is van itt jelenleg Sümegen, sajnos a Buzsú Szent Lászlói az megszűnt, ott már egyházmegyés pap működik. Aztán volt egy premontrei plébánia Türjén, ott jelenleg is egy premontrei lelkipásztor működik, és vannak a karmeliták Keszthelyen. Tehát a bencések, a ciszterciek, a karmeliták, a ferencesek és egy premontrei, hogyha ezek alkotják a egyházmegyének a szerzeteseit. És én nagyon örülök neki, hogy ők itt vannak a egyházmegyénben, és hogy gazdagítják jelenlétükkel és munkájukkal az egyházmegyét. Azt hiszem, hogy mindegyikkel nagyon jó kapcsolatban is vagyok. Egyébként 180 plébánia van összesen az egyházmegyében, és körülbelül 95 aktív pap van jelenleg. Ennyi volt akkor is, amikor átvettem 17 évvel ezelőtt, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy a papság létszáma azóta nem csökkent. A papság átlag életkora viszont az csökkent. Úgyhogy akkor 55 év volt az átlag életkor. Most 50 körül van. Igen. Ez azt hiszem, hogy az átlaghoz képest nagyon jó. Nagyon jó, igen. Ezt annak is köszönhettem, hogy ilyen meg amolyan okokból kerültek, körülbelül 10 olyan pap van, aki 97 óta került az egyházmegyébe, és nem én szenteltem. Uh-huh. Tehát valahonnan volt, aki szerzetesként, piaristáktól,
cisterciektől, volt, aki más egyházmegyéből, volt olyan pap például, aki Zala megyéből származott, aztán elkérte magát a Berr Miklós, a Váci püspök úton, hogy szeretne visszajönni a szülőföldjére, és ő nagy lelkűen elengedte. Tehát ugye ilyen is hasonló okokból. Volt, aki külföldről tért haza, volt, aki elment szerzetes rendbe, de aztán ott végül is nem találta meg a számítását, ezért visszatért. Úgyhogy jelenleg ennek is köszönhetően mi tulajdonképpen nem küzdünk nagy paphiánnyal, sőt, talán nem követik el indiszkréciót, ha elmondom, hogy van egy fiatal pap, aki most jelentkezett a nemrégiben megürült egyik amerikai Egyesült Államok beli Szent Imre plébániára, ismerte az ottani atyát, aki meghalt, úgyhogy lehetséges, hogy őt el is fogom engedni. Uh-huh. Egy kiváló lelkipásztor egyébként, úgyhogy nem olyan, akitől a püspök szeretne megszabadulni, de hogy azt higgyék a hívek, nem. Ő egy nagyon jó lelkipásztor. Érsek, hogy én még soha nem tettem fel a püspöknek, érseknek azt a kérdést, hogy milyen érzés nekik, az érsek úrnak személy szerint egy papszentelés. Ugye én a másik oldalról nézve soha nem tudom elfelejteni azokat a pillanatokat. Azt látom, hogy ha ez szóba kerül a híveink előtt, akkor mármint maga a papszentelés, mindig szívesen hallgatják a történetet, az elmesélését ennek a nagy pillanatnak. Mennyire sikerül beleborzongni, de jó értelemben véve egy papszentelésbe a szentelő püspöknek? Hát azt gondolom, hogy nem sokkal kisebb élmény számomra se egyik papszentelés sem, mint a szentelendőknek. Egyébként szenteltem már egy karmelitát is, hamarosan fogok szentelni egy ciszterci atyát is, de többnyire egyházmegyés papokat szenteltem eddig, és számomra is nagyon nagy élmény. Egyébként ha az ember nem borzong bele, ahogy tetszett mondani, akkor ott valami baj van. Igen. Tehát ha az ember meghatódottság nélkül és megrendültség nélkül, így mondom, tud felszentelni valakit, tehát hogy mondjam, milyen objektív, hűvös racionalitással szakszerűen legyártja a liturgiát, az nagyon rossz dolog. És hogyha az énekkar meg a kántor is csak bocsánat, szoktam ilyen túlságosan közvetlenül kifejezni meg, hogy túráztatja a hangját, az nagyon nagy dolog. Uh-huh. Én a Jóistennek hálát adok, úgy érzem, hogy eddig mindegyik papszentelés és általában a jelentősebb ünnepeink, azok azt gondolom, hogy mind igaz Isten tiszteletek voltak. Tehát nem szereplés, nem produkció, hanem valóban imádság és tanúságtétel. És ez annak köszönhető, hogy van egy olyan közösség ilyenkor, beleértve a kántort, meg a énekkart, meg a paptestvéreket, akik ilyenkor jönnek, hogy kialakul egy olyan atmoszféra, egy olyan légkör, amelyben már magától megy szinte, ahol már nem is lehet rosszul végezni a liturgiát, de ettől függetlenül erre készülni kell. Nagyon kell készülni, csak ha valaki azt gondolja, hogy a püspök miután már 17 éve püspök, hogy a kis ujjából kirázza mondjuk a prédikációt, vagy akár a liturgiát, az nagyon téved. Tehát erre nagyon kell koncentrálni, készülni, de ugyanilyen fontos az, hogy az ember egyfajta áhítatra próbálja hangolni a lelkét, és imádkozzék azért a Szentlélekhez, hogy valóban, ahogy említettem, ne produkció legyen, hanem imádság. Lehet ilyen közbűső megoldást esetleg bekalkulálni, hogy a készületben éppen az is benne legyen, hogyha engem ott kap el a Szentlélek, és akar mondatni velem valamit, merjem azt is hozzátenni az előre átgondolt szöveghez, prédikációhoz. Hát az a helyzet, hogy szóról szóra sosem írom le a prédikációkat. Csinálok magamnak bőséges vázlatot, bizonyos idézeteket leírok, hogy el ne hibázzak. Ez azért is kell, mert már elmúltam 70 éves, és most már a memóriámban sem bízok annyira. De ugyanakkor
természetesen mindig kell lenni egy bizonyos spontaneitásnak is. Tehát az embernek néha megfogalmazást azt a pillanat adja, és néha olyan dolgot is elmondjuk, ami nincs benne a szövegben. Igen. Nagyon sokszor előfordul az velem, hogy utána írom le a prédikációt, vagy utána írom át. Tehát kiegészítve azzal, ami ott született meg, ami ott adatott meg. Igen, ez így van, és ebben követtem az egyik pap kollégának, vagy hát valamikor volt nálunk káplán, vagy később plébános, aki azt mondta, hogy írjunk le mindent, ami jó eszünkbe jutott, és amit elmondtunk, és aztán később elő tudjuk venni. Bocsánat, megint hadd fejezem ki magam, az egy kicsit prózai jön. Azt mondta az atya, hogy nem vagyok ökör, hogy gondolkozzam. Arra értette, hogy ha valami jó eszünkbe jutott, azt írjuk le, hogy ne kell utána újra kitalálni. Igen. És ha vannak nagyon jó idézetek, én például szeretek verseket idézni, de olyanokat, amelyek odaillenek abba a szöveg összefüggésbe, akkor azokat elmondom. Hát ha valaki valamit tökéletesen megfogalmazott, szívhez szólóan és intelligensen, akkor miért fogalmazzam meg én azt nagy fáradtsággal kevésbé jól, mint ugyan ő megfogalmazta. De ilyenkor törekedni kell arra, hogy az ember ne csak olyan, hogy mondjam, ilyen racionális módon idézze mondjuk a költeményt vagy egyéb szöveget, hanem valóban engedje érvényesülni az abban lévő mondani valót. Tehát én ilyenkor sosem rohanok, nem hadarok. Például most Nagyszombaton is, meg Húsvét napján is, míg a kispapok is ezért megdicsértek, hogy úgy idéztem, hogy közben megálltam. Tehát adtam időt arra magamnak is, meg a híveknek is, hogy a lelkükben lelkükben tényleg elmélyüljön a mondani való. Hát ennyit áll a prédikáció. Hogy látja, érsek úr, hogy a pap nevelésben mennyire sikerül ezt a lelkületet, ezt a tudást, ezt érvényesíteni, megtanítatni? Hát erről nagyon nehezen tudok nyilatkozni, de azért azt elmondhatom, hogy a mi kis szemináriumunk, olyan értem, hogy kis személy, hogy kevesen vagyunk. 16 kispap van jelenleg a szemináriumban, de abból 15 Veszprémi Egyházmegyés. Korábban voltak itt kaposváriak is, sőt, majdnem mindig volt néhány nagyváradi és egy-kettő kalocsai kispap is. Most ezek mind megszűntek. Egy Szombathelyi van itt nálunk, és 15 Veszprémi, és egy kispapunk van még Budapesten, tehát összesen 16 kispapunk van. És ez, hogyha a Jóisten megtartja őket, akkor ez elég is. Elég is, mert nálunk, ugye mondom, kisegyházmegye vagyunk, évente átlagban 2-3 paptestvér esik ki a munkából, vagy meghal, vagy nyugdíjba kerül, és ha 2-3-at tudok átlagosan szentelni, akkor tudjuk tartani a színvonalat. Nos, a mi szemináriumunk, azt gondolom, hogy jó szeminárium. Volt egyébként nézeteltérésünk még római kongregációkkal is. Legutolján 2008-ban voltunk ad limina látogatáson, hivatalos látogatáson Rómában, és akkor a nevelésügyi kongregációban is, a hittani kongregáció, illetőleg nem a liturgikus ügyekkel foglalkozó kongregációban is, meg a püspökök kongregációban is elhangzott egy olyan kritika velünk kapcsolatban, hogy túl sok a szeminárium. Ezeket meg kell szüntetni, regionális szemináriumokat hozzunk létre, és azokba a legjobb erőket koncentráljuk, és akkor lesz színvonalasabb. Mármint a tanári karba, az atyák karába. Nevelőkre vonatkozóan, igen. És miután ezt harmadszor is elmondták, legutoljára Giovanni Battista Ré bíboros, aki akkor a püspöki kongregációnak a prefektusa volt, akkor azt mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, tiszteltek, hadd mondjam el, mi az én véleményem. És akkor elmondtam azt, hogy én egy olyan falusi iskolába jártam, ahol mi 4-en voltunk csak egy osztály, és a fölöttem lévő osztály egy szem lányból állt, és egyetlen tanítónéni tanított bennünket, 8 osztályt, úgyhogy 8-tól
11-ig az alsósokat tanította, 11-től délután 2-ig meg a felsősöket, és amikor bekerültem egy nagyobb iskolába, 7-es koromba, szinte semmi hátrányt nem éreztem, épp annyi, hogy orosz nem tanultam. Azt kellett bekultulni. Na mostan, és azt mondtam, hogy nem biztos, hogy a mammut iskolák azok az üdvözítők, azért, mert ott a legjobb tanárok vannak, meg a legjobb technikát tudjuk ott alkalmazni. Megfigyeltem, hogy a hit továbbadása is kis csoportokban lehet hatékony. Amikor az ember 40 embert készít föl egyszerre a keresztelésre, vagy első áldozásra, bérmálkozásra, volt benne részem, azoknak jó esetben egy harmad része válik gyakorló keresztényé. A másik harmad része az majd megtalál bennünket adandó alkalommal, a harmadik harmad részének keveset változik az élete. De amikor kis csoportban készülünk fel, 5-6-7, mondjuk maximum 10 ember, azok általában, én itt tapasztalatom, azok utána mind gyakorló keresztények lesznek. Tehát nem biztos, hogy a mammut intézmények ki a jövő. És erre azt mondta a prefektus úr, nagyon tiszteltem benne, hogy azt mondta, hogy önnek is igaza van. Tehát én egyébként a római hatóságokban azt megtanultam tisztelni, hogy nem olyan vaskalaposak, mint sokan gondolják, hanem meghallgatják még a kritikát is. De most ebben nem akarok tovább belemenni. Tehát ezt csak mondom, egy részletkérdés. Persze sosem bízhatjuk el magunkat. Tehát ugye ez a 16 kispap, aki most itt tanul, hogy ebből mindből jó pap lesz, és egyáltalán pap lesz, ezt nem tudjuk garantálni. De én úgy látom, hogy mostan a hangulat mindenképpen jó, vannak nagyon tehetséges, és vannak kevésbé tehetséges kispapok együtt, és mégis nekem úgy tűnik, hogy megvan közöttük egy alapvető lelki egység. Amikor volt itt 50 kispap, tehát mondom, más egyházmegyések is voltak, igen, és megkérdeztem a miénkat, hogy hát fiúk, hogy vagytok? Azt mondták, hogy hát megvagyunk. Ma, ha megkérdezett tőlük, hogy hogy vagytok, fiúk, azt fogják mondani, köszönöm szépen, nagyon jól. Sőt, van, aki azt mondja, jobban, mint megérdemelnénk. Tehát mondom, nem bízhatjuk el magunkat. Mindig ki vagyunk téve a Jóisten kegyelmének, de én bízom abban, hogy ezek a kis papok, hogy ezekből jó papok lesznek. És egyesekből talán még olyan, aki majd teológiát is tudja, vagy egyházzenét, vagy akármit tudja gazdagítani. Legalább négy olyan kis papon, aki kitűnően zenél. Van olyan, akinek már doktorátusa van. Jogi doktorként jött be hozzánk. És akkor kétszer érintőlegesen, de már azért visszanyúlt a gyerekkorához. Egyrészt csak megemlítette, hogy honnan származik, Szombathelyi Egyházmegyéből, aztán most az iskolákat is hallottuk, hogy hogyan is kezdődtek, aztán fantasztikusan folytatódtak. Mesélne egy kicsit a kezdetekről, a családjáról? Hát én nem szeretek magamról túl sokat beszélni. Akkor csak az édesanyjáról, meg az édesanyjáról. Annyit elmondok, hogy vallásos családban nőttem fel, 7 voltunk egy családban, de úgy, hogy szüleim, bátyám, meg én, meg még a nagynéném, édesapám húga is ott volt, ő később aztán elment Sopronban, majd Győrbe került, majd Szombathelyre. Na mostan, tehát úgy 6-7 voltunk, viszonylag kis lakásban, mai embereket el se tudják képzelni, hogy például egy szobában aludtunk 6-an. Mert nem is volt több, tényleg nem volt több szoba, ahol laktunk, mert többiekben hideg volt, nem tudtunk mindent fűteni. Tehát egy viszonylag egyszerű körülmények között volt földünk, amelyet tehenekkel műveltünk meg saját magunk, és amit megtermeltünk, abból éltünk. De a család az vallásos volt, az egyház előírásait komolyan vettük, engem így neveltek. Mondhatom azt, hogy anyám méhétől kezdve a hitben nőttem fel. Ettől függetlenül azonban már 7. osztályos koromban jelentkeztek nálam bizonyos kétségek. Mert hiszen otthon azt mondták, hogy van Isten. De az iskolában azért mégiscsak azt tanultuk, meg a újságban, meg amikor már rádiónk volt a rádióban, azt mondtuk, hogy nincs Isten. És akkor az ember
lelkében föltámadtak a gondolatok, hogy mi is akkor az igazság, biztos, hogy nekünk van igazunk. De engem sosem, nekem olyan kétségem sosem volt, amelyet magam tápláltam volna a lelkemben, hanem olyan, ami jött is, amit ő szenvedtem. És hosszú idő kellett, mire nyilván a Szentléleknek a segítségével ezektől a kétségektől meg tudtam szabadulni. Még a szemináriumban is voltak bizonyos problémáim. Most itt hadd mondjam el ezzel kapcsolatban, hogy ja, akkor még annyit, hogy tehát Pördeföldének hívták ezt a kis falut, ahol 6 osztályt végeztem, utána 2-t Pákán, Páka az már egy nagyobb falu, ott született Öveges József, a idősek által még jól ismert fizikus, plébánia tőszomszédságában. Azon jókat derültem azért, amikor hallottam azt, hogy az egyház a tudományok kerékkötője, ugyanakkor az ország egyetlen tévécsatornájában egy piarista szerzetes tanította fizikára az országot. Csak senki sem tudta róla, hogy ő szerzetes. És sajnos nem volt szabad fölvennie habitust, reverendát. Igen. Ne derüljön ki, hogy a legokosabb fizikus éppen Magyarországon egy piarista pap, aki lehet, hogy a tévéfölvétel után szent misét mutat be. Igen. Ő akkor már nem misézett, mert ugye őt a numerus clausus miatt egyes szerzeteseket el kellett küldeni a rendházból. Ott is, azoknál is, akik egyébként működhettek, piadistáknál is megvolt, hogy ennyi lehet, több nem. És akkor ő is így, hogy mondjam, a lapátra került, ő a fizikából élt, tehát idősebb korában már papi munkát nem végzett, de mint halálig járt szentmisére, imádkozta a rózsafüzét, és hívő emberként tartotta a kapcsolatát a rendjével is. Na, ennyit ő róla. Utána Pannonhalmára kerültem, ott voltam 4 évig, ott érettségiztem, utána összesen 6 évet töltöttem Budapesten, ahol együtt tanultam a Ber püspök úrral, a Veszprémi, a Váci püspök úrral, akivel nagyon barátságban voltunk, és vagyok most is, hála Istennek. Ő egy évvel följebb járt egyébként, mint én. Aztán voltam 3 helyen káplán, Pákán, szülőföldemen lényegében. Igen. Aztán voltam káplán a Vas megyei Nyőgérben, ott 3 falu volt ránk bízva, majd Kőszegen. Ezután kikerültem 2 évre Párizsba, amikor onnan megjött, a Párizsban tudom, sikerült egy ilyen licenciának megfelelő diplomát szerezni. Amikor onnan hazakerültem, akkor Szombathelyen lettem püspöki szertartó, titkár, majd irodaigazgató. És mint irodaigazgató találkoztam először II. János Pál pápával, erről majd tudok esetleg egy képet is mutatni. És hát aztán 17 évet töltöttem ott, onnan kerültem 95-ben Egérbe, seregélyesek úr mellé, segédpüspöknek, nagyon jól éreztem magam ott, azonban 2 év múlva ide kellett jönnöm Veszprémbe, amitől féltem, én nem akartam veszprémélyesek lenni, de ettől függetlenül azt természetesen meg kell mondani, hogy nagy megsziszteltetés volt, és most is az számomra, hogy itt lehetek. És hát azóta kormányzom az egyházmegyét úgy, ahogy tudom. A teológiával kapcsolatban hadd mondjam el azt, egyúttal utalva arra is, hogy ugye 23. János pápát most avatják szenté, hogy ő akkor lett pápa, amikor én még gimnazista voltam, és akkor halt meg, amikor én már kispap voltam, és ugye akkor már folyt a zsinat. Sokan kritizálták őt, én azonban kezdettől fogva őt szerettem. Amit hallottam rólad, nekem nagyon szimpatikus volt, és bár ő nem volt teológus, legalább nem volt profi teológus, mégis azt gondolom, hogy azzal, hogy a zsinatot összehívta, és azzal, hogy nyitott a világ felé, nagyon sokat tett. Mert én magam éreztem azt, különösen az első években, amikor elkezdtünk filozófiát tanulni, logikát, kritikát, kozmológiát, etikát, bölcselettörténetet, hogy ezek engem tulajdonképpen nem is érdekelnek.
jött a teodícia, a természet és Isten tanna, az érdekelt egyedül, de abban is csalódtam, mert tulajdonképpen mi nem azt akartuk bebizonyítani mai nyelven, mai embernek, hogy van Isten, és az Isten az egy jó Isten, nagyjából olyan, mint ahogy mi hiszük, ugye filozófiairól van itt most csak szó, hanem azt akartuk bebizonyítani, hogy a Aquinói Szent Tamás csak az Isten érvei azok, az egyedül üdvözítő Isten érvek. Na mostan én Aquinói Szent Tamást egy óriási elmének tartom természetesen, és ez a rendszere egy csodálandó, nagyszerű dolog, de nem biztos, hogy a mai teológiai oktatásnak az az egyetlen feladata, hogy ezt a rendszert ezt ismertesse a mai teológusokkal. Az a feladata, hogy választ adjon a mai embereknek a kérdéseire. És azt gondolom, hogy a Szentatyának, 23. János pápának köszönhető, hogy a teológia is, hát maga az egyház elmozdult ebbe az irányba, hogy válaszoljunk az embereknek, de az utca emberének is. Az, amit a mostani Szentatyánk mondta, hogy el kell vinnünk az evangéliumot a perifériákra, ezt nem ezekkel a szavakkal, de már 23. János pápa is elindította. És láttam róla egy filmet, amelyik mutatta azt is, hogy fogadta Nyikita Hruscsovnak a lányát, meg a vejét, és akkor is sokan támadták, hogy miért áll szóba egy diktátornak a rokonaival. De a pápa tudta, hogy mit csinál. Ő akkora szeretettel, olyan lenyűgöző jósággal beszélgetett az a házas párra, hogy teljesen hatása alá kerültek. És utána Hruscsov egy csomó papokat kiengedte a börtönből. Tehát igenis jó volt, amit ő csinált, és az az empátia, amely benne megvolt, és ugyanez jellemző a második János Pál pápára is, az, amely kiáradt az egész világra, nem csak a katolikusokra, nem csak a jókra, hanem a rosszakra is, még arra is, aki majdnem gyilkosa lett, ugye, második János Pál pápa esetében. Ez az, amit én csodálok, és ami bennem valamiképpen Assisi Szent Ferencnek, meg Páduai Szent Antalnak a személyiségét idézi fel. Még második János Pál pápáról elmondhatok persze néhány élményt. Persze, köszönjük szépen. Ugye most éppen aktuális. Hát hadd mondjam el, hogy ővele vagy 8-szor találkoztam és foghattam kezet vele. 2-szer étkeztem az asztalánál Rómában. Egyik esetben például az Európai Püspökök rendkívüli szinodusa alkalmából 99. októberében, és ottan minden ott lévő püspököt és ilyen megfigyelőt, teológust, meg szerzetesi vezetőket meghívott az asztalához, és én együtt érkeztem például a Lüstizsé párizsi érsekkel, a Dannes brüsszeli bíboros érsekkel, sőt a jezsuita rend akkori generálisával, a Hans Kolvenbach atyával is. És hát ugye őket a Szentatya ismerte, de voltunk néhányan, akiket nem ismert. És én bemutatkoztam neki franciául, hogy Márfi Gyula veszprémi érsek vagyok Magyarországról, és a pápa kapásból bemondta, hogy Szent József utóda vagy. Uh-huh. Hát mit mondjak, ekkor lettem én is valaki, ugye, ott a nagy emberek között, mert azért valljuk be őszintén, Rómában veszprémi érseknek lenni nem olyan nagy dolog. A pápa előtt természetesen, de úgy általában nem, de Mindszenti utódának lenni az még ott is rangot jelent. Mert csak úgy zárójelben jegyeztem meg. Egyébként a második János Pál pápa memóriájával is lenyűgözött. Tehát az, hogy a Paskai bíboros úrral latinul tárgyalt, a Selege Istvánnal németül, a Keresztes Szilárddal olaszul, a Miklósházi Attilával, a külföldi magyarok püspökével angolul, velem franciául. És akkor tudtam, hogy mit tudom, János Károly spanyol királlyal spanyolul, Mihail Gorbacsovval pedig oroszul. És a Mihail Gorbacsovra is igen nagy hatással volt a Szentatya. Úgyhogy mondják, hogy a Gorbacsov elment Assisibe, és sokáig imádkozott
Szent Ferencnek a sírjánál. Na, és egy szombathelyi egyházmegyés osztálytársam, Rácskai Laci mesélte, hogy annak idején kis határ átlépővel átmehetett már Ausztriába, és aztán úgy akkor egyébként szabálytalanul, de beült egy buszba, amelyikkel a Stefán László, akkori Einsiedlstadti magyarul kismartoni püspök elvitte őket Rómába, és a Szent Atya is fogadta őket. És a Stefán László bemutatta a Rátkai Latit, er ist ein Priester aus der Diözese Steinamanger. Ugye a Steinamanger az a szombathely az osztalákoknál. És a pápa megfogta a Lacinak a kezét, és azt mondta, hogy szombathely. Kapázsul be van, hogy szombathely. De hogy még többet is mondjak, egy nigériai nagykövet mesélte itt, ebben a házban, szobában, ahol most vagyunk, hogy ő Nigériában volt nagykövet, amikor a pápa ott járt, és ő mind a diplomáciai testület tagja ment a pápához készfogásra, de előtte az államelnökkel kellett kezet fogniuk. És az államelnöknek bemutatkozott, hogy budapesti magyar nagykövet vagyok, és az államelnök valamit kérdezett tőle. És erre megszólal a pápa, gyere már, fiam! Hát kérem szépen, ez így történt. Gyere már, fiam! Hallotta, hogy angolul, hogy a budapesti nagykövet, és bemutatkozott, gyere már, fiam! A Szent Atya ugyanis annak idején még krakkói érsek korában többször megfordult Magyarországon, itteni lengyel közösségeket keresett meg, és felszedett ilyen magyar mondatokat. Úgyhogy még tudnám sorolni tovább, csak nem akarom túlszaporítani a szót, de a memóriája, meg az érdeklődési körének a tágassága ez engem lenyűgözött, hogy a filozófiát szerette, a természettudományokat, a teológiának minden ágát, egészen a művészeteket. A művészeteket, úgy van, az irodalmat, hogy maga is írt verseket, meg színdarabokat is, és kitűnő színész is volt, ezt különben kamatoztatta a pápaság alatt is. Tehát az, hogy tudott olyan huncutul kacsintani, amivel fiatalokat is lenyűgözte. Én egri segédpüspökként vettem részt a győri miséjén, illetőleg utána hamarosan a franciaországi Reimsben, és mind a két helyen megcsodáltam, különösen Reimsben, hogy a rengeteg fiatal micsoda hihetetlen lelkesedéssel fogadta a pápát. Szinte nem tudta otthagyni őket a mise végén. Hát ez fantasztikus volt, és egyszer pedig egy német adón láttam egy beszámolót a Szent Atyának az egyik kanadai útjáról. Azt hiszem, hogy Ottawában volt, amikor hát így szólította meg őket, hogy köszöntöm a kanadai fiatalokat, én az öreg pápa. És erre a fiatalok elkezdték skandálni, hogy a pápa fiatal, a pápa fiatal. Majd pedig azt énekelték kórusban, hogy szeretünk téged, János pápa. Bizony. Hát ugye azt hiszem, hogy mostan a Szent Atyáról szólva, ideértve a 23. Jánost is, csak azt tudom én is mondani, hogy szerettünk titeket, és szeretünk titeket. Egyre inkább mondhatjuk, hogy a templomainkat itt is sikerül felújítanunk. Ugye a ferenceseknél volt a nagy felújítás, Felhős István, ugye, a nagy restaurátor feleségével együtt. Igen, nagyon kedves, jó emberek. Zircen is, ugye, a felújításokat. Igen. Vannak Král ilyen... Évának hívják a feleségét. Igen, Král Éva. Igen. Van, a lányuk is itt dolgozik. Van elég művész például manapság, aki elhivatottan a szakrális művészetet fölkarolja? Igen, hát itt van például Salföldön az osztálytársam, a dr. Somogyi Győző. Őt ugyanakkor szentelték pappá, mint engem. Uh-huh. Az más dolog, hogy talán a papság az nem az ő igazi hivatása volt, ott lehetett tévedés ezen a téren, akkor ugye Esztergomban nem volt, hogy mondjam, komoly egyházi vezetés, nem volt püspök, igen, amikor ő pap lett, de a Somogyi Győző nagyon jó szándékú ember, és áldozatkész is, úgyhogy ő is egy mélyen vallásos ember. Aztán Raffai Béla, aki most csinálta ezt a Mindszenti szobrot, és hát most nem tudom, ugye
az ember ilyenkor nyilván kihagy olyan embereket, akiket meg kéne említenie. De Na jó, hát hát itt remélem, hogy akiket kihagyunk, azok vannak olyan intelligensek, hogy nem biztosan, önmagukról hogy akarnak hallani nem riportműsort. Sértődnek meg miatt, hogy őket éppen nem De ha említettem már meg. éppen eszembe jut, Vruszinyai Árpádnak van itt visszatérő emlékezése, Hogyne, hogyne, visszaemlékezés? minden éven van egy brusznyai emlékhangverseny az egyetemen. Előtt eszembe, hogy az érdemrektorával is nagyon baráti kapcsolatban vagyok, hála Istennek. Ugye ez még szintén a Pannon Egyetem, szintén egy nagyon jelentős intézménye Veszprémnek, és ott tartanak mindig brusznyai emlék hangversenyt, az utóbbi években már el is megyek. Most is ott voltam, a legutolsón is. Igen, az ő emléke él, elevenen él a városban. És szóval azt tudom mondani egész évben véve, hogy Veszprém valóban egy kultúrváros, azon kívül nagyon szép a fekvése is. És hát ugye vannak múzeumai, van állatkertje, az is a gyerekek számára ugye ez is vonzóvá teszi. És közel van a Balaton. Közel van a Balaton is, úgy van. Tehát nem panaszkodhatunk, és ami még az egyházmegyét illeti, ugye itt van a Balaton felvidék, a Zalai dombság, mert lenyúlik az egyházmegye egészen, Zala-Szent-Grót is ide tartozik, ahol majd szombaton fogok bírmálni, aztán lenyúlik egész Zalaegerszegig. A Zalaegerszeg külvárosa például Bocsva, meg Csásbozsok ide tartozik a mi egyházmegyénkhez, maga a város pedig Szombathelyhez. Aztán a Bakony, ugye, tehát nem panaszkodhatunk, valóban természeti szépségekben bővelkedik az egyházmegye, és az én remélem azt, hogy lelkiekben is, nem csak művészi vonalon, hanem lelkiekben is, vallási téren is azért megütjük talán az átlagot. De újra mondom, hogy el nem bízhatjuk magunkat soha. Tehát az emberben kell, hogy legyen egy bizonyos alázat, és az a tudat, hogy minden onnan felülről származik, és minden tőle függ. Most a szentélyavatás kapcsán hogy jött ez az ötlet, és hogy lehetett megvalósítani az ötletet, hogy egy kiállítást nyitottak a két pápáról igen, szóló igen, ugye fényképpel? Ezt a múzeumunk igazgatónője Udvarhelyi Erzsébet találta ki, és nagyon jól megcsinálták. Ugye jók a kapcsolataik nekik is, a különböző fiatal hölgy Pálfalviné Ősze Judit az igazgatója a Szaléziánumnak, Udvarhelyi Erzsébet pedig a múzeumunknak. Fiatalok, energikusak, jó kapcsolatokat ápolnak, és be tudják szerezni azokat az anyagokat, amelyek kellenek ahhoz, hogy tényleg egy látványos és szép kiállítást legyen. Igen, a megnyitásán ott voltam én is, és néhány szót szóltam én is ott. És ha már érdekesség, hogy Udvarhelyi Erzsébet, és volt egy Udvardi Erzsébete is Udvardi ennek az egyházmegyének. Igen, ő pedig Badacsony Tomajon élt, nemrég halt meg. Igen, ő is egy kiváló művész volt, és egy szent életű asszony. Bizony. És akkor mi az, amire egy ilyen buta riporter nem kérdezett rá, pedig azt várta, és akkor, hogy mikor beszélhetek már arról, hogy? Hát nem tudom, talán még megemlítem azt, hogy a Szentatya, ugye a második János Pál pápa az szeretett sportolni is. Ugye én nem vagyok olyan profi sportoló, mint ő volt, sem úszni, sem siálni, nem tudok, de szerettem focizni, meg ami legkönnyebben gyakorolható pingpongozni, többek között a titkárommal. Láttam a pingpongasztalt a lavlába bejárni. Miklós, hogyha szokott engem megverni, meg egyik-másik portással is lehet játszani, és ezt azért is csinálom, mert ugye ezelőtt 13 évvel átestem egy 8 bypassos szívműtéten. Tehát az, hogy mostan én 13 évvel ezelőtt engem műtöttek 8 bypasszal Pécset, a professzor volt az operatőr, és most még itt vagyok, és most éppen a Bonum televíziónak még tudok mondani valamit, ez azt hiszem, ez nagyon nagy hálára kötelez engem. Nekem minden nap most már duplán is ajándék. Mit üzenél, Sek úr, az öreg papoknak, apropó?
Hát az, hogy lélekben... Nem mint a ilyesek úr, az, hogy de mégis a kortársaknak, akik... Lélekben maradjanak fiatalok, és ha legyen érvényes rájuk az, amit egy könyv címeként olvastam, hogy öregszünk, de győzzük. Igen, hát azért a legidősebb korban lévő plébánosoknak ez már napi probléma, akarva, akaratlanul, mert ha befejezi, akkor hogyan tovább, ha nem fejezi be, akkor hogyan? Igen, igen, hát ez egy nagyon nagy kérdés. Ezt látom például nagynénémnél is, ugye, aki most 88 éves, és hát a hévízi Szent Lukács idősek otthonának a lakója, hogy ilyenkor már nagyon kevés esemény van, ami az embert úgy feldobhatja. Tehát ugye az embernek van egy szobája, esetleg azon is osztozni kell másokkal, és már a keresztre feszítettség állapotát kezdik megélni. Amikor már alig tudnak mozogni, vagy egyáltalán nem tudnak mozogni. Ugyanakkor az idős papok... Csak a hit. Az idős papoknál látom, lassan-lassan magam is tapasztalom, hogy nemhogy fogyna a feladat, hanem legalább ugyanannyit kell csinálnunk 66 évesen, én most éppen annyi vagyok, igen, mint amennyit csináltam 46 vagy 56 éves koromban, és azért az energia, a szakító szilárdság, a türelem igen, ugyanakkor kevesebb. Igen, hát viszont önmagában véve meg azt, hogy még van munkánk, az még pozitívum is, tehát az ember nem érzi frusztráltnak magát, hogy igen, itt vagyok ilyen, mint ahogy József Attila írja, hogy 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom, igen, hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Ugye ezt mi nem mondhatjuk el, mert igen, azért még van ránk szüksége a világnak, ez meg önmagában mégiscsak pozitívum. És azt gondolom, hogy azoknak az atyáknak, akiknek tényleg nagyon fogy az erejük, mert nekem is fogy az él, ezt nem lehet tagadni, hogy azok meg próbálják meg átélni azt, hogy ahogyan együttműködtek a Teremtő Istennel, és a tanító, a dolgozó Krisztussal, azt se tartsák egy utolsó dolognak, hogyha a szenvedő, a világot megváltó messiással kell közösséget vállalniuk. Tudom, ezt könnyebb mondani, mint megélni, de azért azt gondolom, hogy számunkra kell, hogy ez jelentsen valamit, és hát az, amit most ünnepeltünk, hogy a szenvedése és a halálra pedig jön majd a boldog feltámadás. Így igaz. Utolsó szó jogán. A Bonum TV-ről szóljon érsek úr egy pár szót, mert nem én akarom bemutatni a Bonum TV-t, hanem azt kérném, hogy szóljon konkrétan ennek a tévének a stábjához, a hála Istennek jó képességű műszakisokhoz, szakemberekhez, mert ahhoz mi papok nem értünk, és a nézőkhöz. Hát az a helyzet ugye, hogy én a Bonum TV-vel most találkozom először, és hát ugye találkozom itten veletek, a operatőrrel, meg veled atyával, és az a helyzet, hogy egy kicsit irigyellek is benneteket, hogy van egy ilyen tévétek, bár mi is igyekszünk a tömegkommunikáció révén is hirdetni az evangéliumot. Hát ez itt van a múzeum, ez itt van a Szaléziánum, amely kommunikációs központ is. A honlapon keresztül nekünk is van egy műsorunk, hát csak havi félórás műsor, amely a Westfilm televízióban megy, és ha bármikor bárki megkeres bennünket, igyekszem mindig rendelkezésre állni, minden alkalmat kihasználni arra, hogy az evangéliumot hirdessem. Tehát ha meghívnak mondjuk egy parkettagyár csiszoló részlegének a felavatására, és megengedik, hogy ott szóljak néhány szót, én elmegyek. És volt már olyan eset, ami dicsekvésnek tűnik, hogy egy ilyen ünnepségen négyen szólaltunk fel, és azt mondta egy ember, akit ateistának tartanak a többiek, hogy a pap volt a legjobb. Tehát ugye ki kell használni, élni kell a lehetőséggel, és azt gondolom a Bonum TV az egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy az evangéliumot
hirdessétek. Minél olyan embereket is eljutassátok, aki nem megy be a templomba. Én azért megyek el a csiszoló részleg avatására is, mert tudom, hogy ott rengeteg olyan emberrel találkozom, és azokhoz szólatok, akik a templomban nem jönnek be, hogy engem meghallgassanak. És ezért állok szóba tévésekkel, rádiósokkal is, mert tudom, hogy általuk eljut az ige oda, ahova egyébként nem jutna el. És a Bonum Televízió azt mondom, egy kivételezett helyzetben van, és csak azt tudom mondani, hogy örüljetek ennek a lehetőségnek, és legyetek tudatában annak, hogy valami nagyon fontosat cselekedtek. Amiben biztos vagyok, hogy a Jóistennek is, meg a hallgatóságnak is, akiket most még egyszer szeretettel köszöntök, kedvettelik. És akkor nagyon szépen köszönöm a Bonum TV nevében és a magam nevében is, hogy fogadott bennünket, és úgy érzem, hogy szívesen mesélt nekünk sok mindenről. Kívánom, hogy még jó néhány évet töltsön el itt Veszprémben, és élje hivatását csúcsfokon, papjai körében, papok által és a hívek által is szeretve, és viszonylagos jó egészségben, mert hát, köszönöm. Ahogy az öreg Einstein megmondta, minden relatív. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.